elfogadásának a kötelezettségéről szeretnék néhány szót beszélni, illetve az ehhez benyújtott módosítóindítványokról. Annyival visszatérnék még az előző szakaszban mondottakhoz, hogy sajnos hát erősen rendészeti megközelítésűnek tűnik számunkra ez a közmunkaprogram. Engedjék meg, hogy én is vizionáljak, hiszen itt sok frakciótag, vagy sok parlamenti képviselőtársam szokott saját elképzeléséről beszél, hogy hogy látja a világot. Hát óhatatlan megfordul a fejemben az, hogy miután a közbiztonság megerősítése nem sikerült, ez egy jó eszköz lesz arra, hogy a legproblémásabbakat kiemeljük, elvigyük az ország másik végébe, és hát ottan ugyan kerítés még nincs, de már felügyelők vannak, és akkor ezzel megoldjuk a problémát. Tehát szerintem ebben ne reménykedjenek, mert ahonnan elviszik, ott nem fog javulni a helyzet, mert a szegénység ugyanolyan marad, vagy még mélyülni fog. Ahová elviszik, oda viszont exportálják a problémát. Én ezt elmondtam bizottság ülésen, óriási kockázatot látok ebben a fajta megközelítésben, és önök felelőssége és az önök feladata lesz az elburjánzó és fellobbanó tüzeket majd oltani. Úgy gondoljuk, hogy ez a fajta megközelítés, amely a mobilitásban és hát az állami feladatokhoz történő munkaerő felhasználásban látja a megoldást, az igazából hosszú távon nem hoz eredményt, hiszen pontosan az elmúlt 10 év helyi gazdaságfejlesztési kísérletei azt mutatják, hogy a helyi közösség az, amelyik a saját világát ismerve, a saját igényeit, a saját erejét és lehetőségeit ismerve, hosszan tartó kemény munkával, de képes felépíteni tartós munkahelyeket eredményező gazdasági fejlődést. Erre akár az Országos Foglalkoztatási Alapítványnak a különböző programjai, akár a Hétfa elemzőcsoport legutóbb megjelent tanulmánykötete, a Tolna megyei szociális földprogramból kinövő szövetkezetek elemzése meglehetősen meggyőző bizonyítékot szolgáltat. Ezzel szemben önök egy olyan rendszert óhajtanak megvalósítani, ahol először is igen drága összességében a foglalkoztatás, hiszen a kapcsolódó költségek, az utaztatás, az elszállásolás, az étkeztetés, az nem lesz akármennyi, és hát ennek sajnos a költségeit ráadásul az érintettekkel fogják megfizetni, hiszen nem adnak nekik akkor bért. Hát így ki lehet jönni a keretből. Hát igen ám, de éppen tegnap a költségvetés módosításának a vitájában az egyik leghangsúlyosabb téma az volt, hogy nem nő a belső fogyasztás. Hát miért nem nő a belső fogyasztás? Mert nincs vásárlóerő. Hát ha önök a szociális jutatásokat, vagy a közfoglalkoztatás bérét ilyen keményen megvágják, akkor ezt a fajta negatív spirált tovább fogják erősíteni. Pedig az érintettek azok a leginkább olyan társadalmi csoport, amely a helyi, magyar tulajdonú kisvállalkozások felé fordul, amikor vásárol. Mert nem tud elmenni a faluból a Tesco-ba vagy az Osánba, ott a kisboltban, a Péknél, a helyi fodrásznál, hogyha ilyenre jut neki egyáltalán, költi el a jövedelmét. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez fordítva ülnek a lovon. Még egyszer mondanám, amit az általános vitában, hogy nem mondjuk azt, hogy ilyenre nincs lehetőség, vagy ez nem jó lehetőség esetleg. De a tömeget nem szabad ilyen módon foglalkoztatni. Elmondanám önnek, az önöknek azt a példát, amit én Londonban hallottam, hogy a londoni olimpiára készülve a metró hálózatot bővíteni akarják, meg is fogják csinálni. Hogyan kezdtek ehhez hozzá? Végig látogatták azokat a bevándorló családokat, ahol sok volt az állástalan, és felkínálták azt a lehetőséget, hogy a metró építéshez egy felkészítést, egy képzést és a metroépítésben való részvételt biztosítják az érintetteknek. No, ez teljesen más, mert hogy ez nem kiszorítja a gépet, ahogy az önök elképzelésében van a közmunkánál, hanem fordítva megtanítja az érintettet a gép és a technológia használatára, és olyan referenciát ad a kezébe, amivel, ha a mobilitást is tudják biztosítani, akkor nagy valószínűséggel a nyílt munkaerőpiacon is fog tudni állást találni. Az önök által elképzelt közmunkákról meg még egy dolog jutott eszembe, hogy én szívesen kezdeményeznék egy szociális konzultációt azokkal,
akik gátak által védett területen laknak, és megkérdezném a véleményüket, hogy gépek által épített gátak biztonságába bíznak jobban, vagy a lapátos emberek gátjába bíznak jobban. Én azt gondolom, hogy a végeredmény könnyen megjósolható. Azt gondolom, hogy a képzettségi kérdés is rendkívül lényeges. Nem tudom, ismerik-e az adatokat, ugyanis a tömeg ugyan 8 általános iskolai végzettségű zömében, de államtitkár úr is mondott itt adatokat, Szomba államtitkár úrra gondolok, hogy bizony 6-8% a felsőfokú végzettségű az állástalanok és ellátásra jogosultak között, és olyan 20% körül a szakképzetteké. Én azt gondolom, hogy ez egy befektetés, amit ilyen módon elfecsérelni tulajdonképpen kidobott pénz. Egészen másként kellene ezekről a dolgokról gondolkodni. Köszönöm szépen. Két perces felszólalásra jelentkezett Volner János képviselő úr, a Jobbik képviselőcsoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tanulságosnak találtam Szűcs Erika, a szocialista képviselő társunk szavait. Ugyanis akkor, amikor a közmunkások, a közfoglalkoztatottak egyes csoportjairól beszélt a képviselőasszony, akkor figyelmébe ajánlotta a törvényalkotóknak, főleg a kormány többségnek azt, hogy hát itt bizony rendészeti célú probléma kezelésre is szükség lehet, és idézem a szocialista képviselőtársam szavait, ahova elviszik ezeket az embereket, oda exportálják a problémákat. Hát képviselőtársaim, pont erről beszéltünk akkor, amikor a rendészeti törvények vitájáról volt szó, hogy a cigánybűnözés által fertőzött magyarországi kisfalvakban nem tarthatóak azok az állapotok, amelyek kialakultak az elmúlt években. Mi is tartunk tőle, igen, hogy az ilyen jellegű közfoglalkoztatottak mozgatása, ez bizonyos probléma exporttal jár együtt. Erre azonban nem az a válasz, hogy nem is dolgoztatjuk meg ezeket a cigány lakosokat, akik talán életükben soha nem dolgoztak, mert a rendszerváltás óta eltelt 20 év alatt az édesapját, az édesanyját nagyon sok cigány fiatal soha nem látta munkába menni, és elvesztette a munkavilágával való kapcsolatot a cigány család. Erre nem az a megoldás, hogy ezeket az embereket be sem próbáljuk vonni a gazdaság vérkeringésébe, hanem az, hogy megerősítjük a rendészeti szerveket országszerte, lehetőség szerint a Jobbik által javasolt módon, úgy, hogy létrehozzuk a csendőrséget, amely már biztosította korábban a közrendet, a közbiztonságot Magyarországon, és ezzel lehet megelőzni ezt a problémát. Képviselőasszony, az a megoldás, hogy dolgoznak azok is, akik eddig nem tették, és az a megoldás, hogy a parazita életmódról, az állami önkormányzati rendszeren való segélyezésen történő élősködésről egész egyszer le kell szoktatni azokat a rétegeket, akik erre korábban nem voltak hajlandóak, és át kell őket terelni a munkavilágába. Hogyha másképp nem megy, akkor anyagi kényszer útján. Köszönöm szépen! Köszönöm, képviselő úr! Két perces felszólással megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak, LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, a 13, 27 és 31-es ajánlási pontokhoz szeretnék hozzászólni. Egyrészt reflektálva arra, hogy Volner János képviselő társam lehet, hogy nem tud róla, de ezeket a javaslatokat, mint hogy a javaslataink 80%-át a Jobbik képviselői is megszavazták a bizottságban. Továbbá szeretném fölhívni a figyelmét arra, hogy az LMP honlapján egy 12 oldalas közmunkaprogram javaslat van. Mindamellett van egy MÁV jelentés, és kolontár jelentés, költségvetési élénkítés, alkotmánykoncepció, valamint a megszorító csomag kritikája, ahol a Jobbik oldalán valahogy nem találtam a közmunkaprogramra utaló részt, minthogyha nem lenne a Jobbiknak közmunkaprogramja, legalábbis a külvilág felé ezt nem kommunikálják. Mindeközben látni kell, hogy itt azért egyetértünk dolgokban, még akár a Jobbikkal is, ezekkel a munkatábor elképzelésekkel, amiket önök osztanak a Fidesz-el egyetemben, sajnos nem tudunk egyetérteni. Azzal viszont egyet kell, hogy értsünk, amit itt Berta Szilvia képviselő társam elmondott, hogy igenis a visszavezetés lenne a fő cél, és egy olyan egzisztencia létminimum biztosítása, amely a családok számára legalább a felszínen lebegés biztosítani tudja. Mert jelenleg, amit itt a fideszes képviselőtársak valószínűleg meg fognak szavazni törvényjavaslat, abban
olyan, egyszerűen bezárják a kapukat, és a folyamatosan lecsúszó középosztálynak egyszerűen nincsen mankója, nincs egy kötél, amiben belekapaszkodna, hiszen 90 nap után még az álláskeresési járadék is elveszik, és nincsen lehetősége a családoknak a visszakapaszkodásra. Én nagyon sajnálom, hogy a Jobbik szakmaisága kimerül a cigányozásban és a másik pártokra mutogatásban, ahelyett, hogy alternatívákat mutassanak föl. Az LMP fölmutatott egy alternatívát, sajnos a Jobbiknak az nem sikerült. Hát majd megnézzük, hogy ki lesz a váltópárt 2014-ben. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt képviselőtársaim, az adott napi rend keretében szót kért Szűcs Erika képviselőasszony, megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Hát szeretnék volna a képviselőtársamra reflektálni. Én nem azt mondtam, hogy ez lesz, hanem hogy ha ez van a gondolkodásuk mögött, márpedig ugye az, hogy 4 órában kívánják a lakóhelyétől 200 kilométerre is foglalkoztatni az érintettet, a nap többi részében meg nem tudjuk, hogy mit fog csinálni az érintett, akkor felügyelet alatt lesz. Ez úgy tűnik, hiszen ha a számokat megnézzük a Szolgálunk és Védünk honlapról, akkor kiderül, hogy 3 közfoglalkoztatottra, meg 2-re fog egy felügyelő jutni. Tehát azért közeledünk ahhoz az elképzeléshez, amit önök egyébként támogatnak, mi viszont úgy gondolunk, hogy nem ez a megoldás. Tehát, hogy ha ez van mögötte, akkor ne csinálják, mert ez nem lesz megoldás. Ez csak azt fogja jelenteni, hogy országszerte romlani fog a közbiztonságba vetett hit, meg az érzete annak, hogy tényleg biztonságban vannak. Azt szeretném még mondani, hogy itt a közmunka szervezése és a közmunkának a jellegét tekintve szeretném ismételten leszögezni, hogy az én meggyőződésem 2-3 évi ezzel az üggyel történő foglalkozás után, hogy az alapvető probléma, hogy mindig rosszul célzunk. Tehát vannak sikeres kezdeményezések, amelyeket különböző modellprogramok hoztak létre. Ezeknek az életben tartására a kormányok tesznek is kísérleteket, azonban nem tömegesednek. Holott éppen ezeknek a kezdeményezéseknek kellene tömegesedni, amiről én beszéltem. A Tolna megyei szociális földprogramból kinőtt élelmiszertermelő szövetkezeteknek, a szendrői energia átállításnak, a tiszaladányi kecsketenyészetnek, és lehetne sorolni azokat az országos jó példákat, amelyeknek Szomba államtitkár úr elmondta, biztosítani kívánják a továbbélését, mert lesz egy olyan meghívásos pályázat, ahol ez lesz. De ez kevés, mert nem 300 önkormányzatban, hanem legalább 2000-ben kellene ezekkel foglalkozni ahhoz, hogy valóban munkahelyek teremtődjenek a helyi gazdaságban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Volner János képviselő úrnak adom meg a szót 2 perces időkeretben. Öne a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Én megértem a szocialistákat, hogy most igyekeznek visszaszívni, amit korábban mondtak. Tény azonban, Szűcs Erika képviselőtársam, és én egyet is értek önnel azban, hogy ha ezeket a cigány, zömében cigány lakosokat az ország egyik végéről a másikba viszik, vagy odébb viszik a lakóhelyüktől, kétségtelenül közbiztonsági kockázatot jelenthet ezeknek az embereknek a mozgatása. De még egyszer mondom, erre egy hatékony rendészeti célú problémakezelés jelent megoldást, nem az, hogy ezeket az embereket meg sem próbáljuk a munkavilágába beterelni. Én egyébként azzal egyetértek, hogy amit önök szorgalmaznak, és többször el is mondtak ma, hogy elsősorban helyben kell ezeknek az embereknek munkát találni, ezt magam is támogatom. Én azonban nem látok a két megoldás között kizárólagosságot. Azt is gondolom, hogy vannak olyan országos központi programok, illetve lehetnek olyan országos központi programok, amelyekben ezek az emberek részt vesznek. Megjegyzem egyébként az 1800-as években az árszabályozási munkákat Tisza körül, stb. Ez mind-mind közfoglalkoztatás keretén belül, hasonló programokon belül valósult meg. Én tehát azt látom, hogy ami egyszer működött a történelemben, az működni fog másodjára is. Tehát én ebben semmi rosszat a magam részéről nem látok. Amit nagyon fontosnak tartok, az az, hogy vannak emberek, akiket nem vissza kell vezetni a munkavilágába, hanem oda kell vezetni, mert egész egyszer a munkavilágával semmilyen kapcsolatuk az életük folyamán nem volt. Valljuk meg őszintén, hát ezekről az emberekről beszéltünk képviselőtársaim, hogy 20 éve úgy élnek emberek Magyarországon, se apukát, se anyukát nem látták a gyermekek,
felnövekvésük közben elmenni reggelenként a munkába, és nem látták azt, hogy a szülők hazahozzák a havi fizetést, aztán kellő beosztással a későbbiek folyamán ebből élnek meg. Ezt a láncot, ezt a generációs láncot valakinek valahol egyszer meg kell szakítania, és ha nem vissza, kell vezetni az embereket a munkába, hiszen soha nem tartozott oda, hanem be kell vinni egész egyszer ezeket az embereket a munkavilágába, és az értékteremtésre kell őket szólítani. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Két perces felszólalásra következik. Vágó Gábor képviselő úr, LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, most az előbb említett 13-27-31-es ajánlási pontokról azért valóban érdemben is szeretnék beszélni. Az egyik, a 13-as pontnál az egyenlő munkáért, egyenlő bér elve megvalósításához arra van szükség, hogy akik közmunkában vannak foglalkoztatva és kiközvetítik őket egy céghez, ők ne kapjanak kevesebb fizetést, mint azok, akik eleve is ott dolgoznak a cégnél, ugyanazon munkakörben. Én azzal tisztában vagyok, hogy itt a bizottsági ülésen az osztályvezető úr elmondta, hogy azt majd a cég kipótolja valamivel, de hát itt nincs benne a törvény szövegében. Tehát ameddig törvényi garanciák nincsenek arra, hogy ma Magyarországon lehet olyan, hogy két azonos munkakörben valaki kevesebbet keres, mint a másik, addig ez elfogadhatatlan és Európai Uniós direktívákkal megy szembe. A 27-es ajánlási ponton található módosító javaslatunk az nagyon fontos az emberek önbecsülése szempontjából és a társadalmi hozzájárulás szempontjából is. Ez arról szól, hogy közmunkába állást olyat kapjon csak, ami a végzettségének megfelel, vagy besorolásban egyel alatta van, tehát mondjuk egy főiskolai diplomával rendelkező munkavállaló egy középiskolai végzettségek megfelelő munkakör töltessen csak be legfeljebb. Ez azért is fontos, mert itt a társadalom befektetett ezekbe az emberekbe az oktatáson keresztül, és meg kell találni azokat a megfelelő munkahelyeket, ahol ők a legtöbbet tudnak hozzátenni a társadalomhoz, és nem biztos, hogy egy volt tanárnak az árokparton kellene gerebjéznie. A 31-es ajánlási pontot található módosító javaslatunk az arról szól, hogy mielőtt a jegyző valóban aláírná azt, hogy több száz kilométerre lehessen utaztatni embereket, előtte azért az oktatási és a szociális intézményeket azért kérdezzék meg, hiszen ők tudják azok, hogy ez a családi állapot, az a családi közeg, amelyből akár az édesanyját vagy az édesapát elviszik, az elbírja-e, nem véletlenül a gyerek kárára lesz-e az, hogyha sokáig, akár egy hétig is több száz kilométerre lesz a szülő. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr, tisztelt országgyűlés. Két perces felszólással következik Varga László képviselő úr, MSZP. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Én Volner János felszólalása után nyomtam két perces gombot, és mondom azt a részét, amiben szerintem egyet fog velem érteni. Említette azt, hogy nagy országos célokat támogató közmunkaprogramokkal miért ne lehetne egyetérteni. Mi ugye azt mondjuk egyébként, hogy inkább helyi hangsúlyos legyen, de mondjuk ám legyen árvízi védekezés, sorolhatnám, voltak is erre példái, még évszázados példái is. Azonban azzal ő is egyetérthet szerintem, hogy ugye ez nyilvánvalóan kabaré lenne 4 órában. Tehát, hogyha már valakiket nagy országos célokért megmozdítana ilyen tekintetben a kormány, oda visz egy nagyon messzi helyre, egyébként ébérért gyakorlatilag, akkor legalább 8 órában magasabb bérért tegye ezt a foglalkoztatást. Szerintem sokkal hasznosabb és eredményesebb munkát lehet így elérni. Nyilván abban pedig hangsúlybeli eltéréseink vannak, szerintem markánsak amúgy, hogy mi ezt nem egy elsősorban rendészeti problémának tartjuk. Nyilvánvalóan senki nem vitatkozik azzal, hogy van a magyar társadalomnak egy olyan része, amely nem szocializálódott egyáltalán a munkához, nem hogy vissza kell őket vezetni. Ebben egyetértünk, szerintem ez kár eltagadni. Viszont azzal, amit mondott, én úgy érzem, hogy mintha lemondott volna azokról, akik egyébként elsősorban hátrányos helyzetű kis térségekben, valóban nem találnak munkát, tehát nem akarnak dolgozni, hanem nem találnak munkát. Ez a javaslat pedig így, úgy egyáltalán, úgy mindenkit, aki ilyen tekintetben érintett, úgy körülbelül közveszélyes munkakerülőnek tart, hogy visszatérjünk egy ilyen 20 évvel ezelőtti terminológiához. Ez szerintem elfogadhatatlan, és ráadásul azt a célt sem éri el a javaslat,
az eredeti javaslat, ezért terjesztettük be a több ajánlási számon a módosító indítványainkat, hogy egyébként megfelelő kenyeret tudjon tenni az illető a családja asztalára. Tehát ez a javaslat így egyik célnak se felel meg, se annak, amit ön elmondott, se annak, amit mi indokoltunk hosszú távon. Ez a javaslat így ebben a formában szerintem nem életképes, ezt a gyakorlat majd bizonyítani fogja. Köszönöm szépen. Köszönöm. Két perces felszólása következik Berta Szilvia képviselőasszony a Jobbik képviselőcsoportjából. Köszönöm a szót, elnök úr. Én Vágó Gábor LMP-s képviselőtársamhoz szeretnék hozzászólni az általa felvetettekhez. Ugyanis itt nem az a legnagyobb probléma, hogy az egyenlő elbánás, hogy az EU direktíva fog sérülni, hanem az, hogyha a vállalkozók bérelhetnek munkaerőt, akkor egészen egyszerűen majd kirúgdossák a náluk lévő képzetlen munkaerőt, és visszabérelik állami pénzen. Tehát itt ennek egy nagyon komoly ilyen visszaélési lehetősége van, úgyhogy erre nagyon oda kellene figyelni. Én azt hiszem, hogy ez a része ez még fontosabb, mint az egyenlő elbánás sérülése. Köszönöm a szót. Köszönöm, képviselőasszony. Két perces felszólalások következnek, újabb 4-2 perces felszólalásunk van. Megadom a szót Kaufer Virág képviselőasszonynak, LMP. Köszönöm a szót, elnök úr. Ugye az lett volna itt a cél, hogy a kormány meghaladja az Út a munkához program hibáit és problémáit, erre lett volna felhatalmazás, az LMP támogatta is azt, hogy ennek a programnak a hiányosságait meghaladjuk. Biztos, hogy a televízióban jól fog mutatni az, ahogyan a közmunkásokra a rendőrök felügyelnek és ássák az árkot, de arról sem a Fidesz, sem a Jobbik nem mesél, aki nem csoda, hogy üdvözli a közmunkaprogramot, hiszen tulajdonképpen az önök munkatábor koncepcióját valósítják most meg, hogy mi történik akkor, amikor majd lejár az a 3 hónap közmunka, és hazamegy a falujába vagy a településre vissza a családjához az az illető, aki ebben részt vett. Vajon az a 3 hónap, amit maximum ledolgozhat valahol az ország másik végén, az milyen formában fogja őt hozzásegíteni ahhoz, hogy a munkaerőpiacon jobban el tudjon helyezkedni, és Volner képviselőtársam felvetésére pedig azt a kérdést tenném fel válaszul, hogy az a gyerek, aki a szüleit nem látja, mert az az ország másik végében dolgozik, vajon hogyan fogja megtanulni azt, hogy dolgozni kell járni, hiszen el lesz szakítva a szüleitől, és nem fog ez semmiképpen megjelenni előtte. Talán a Jobbik egy pontban nem ért egyet valószínűleg a Fidesz koncepciójával, és az az, hogy hazaküldi a Fidesz ezeket az embereket 3 hónap után, és nem maradnak ott a táborban. Úgyhogy megértem, hogy önök ezt támogatják, ezt a koncepciót. Mi még mindig nem látjuk azt, hogy a munkaerőpiaci mobilitást hogyan fogja segíteni ez a fajta közmunkaprogram, amit önök terveznek. Köszönöm. Köszönöm. Két perces felszólalásra következik Szűcs Erika képviselőasszony. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Még egy kicsit folytatva, amit Varga László képviselőtársa mondott, tehát mi legalább a hátrányos helyzetű térségek munkára váló embereik számára rendkívül fontosnak tartanánk azt, hogy hosszabb időtartam és 8 órás munkát biztosítsanak. És hogyha ehhez még országos közmunkaprogramon biztosítanak melegételt meg szállást, az mindjárt másként veszi ki magát, pláne képzésről is szó van, sokszor beszéltek is róla, le is van írva, csak ugye még a törvényben ezt egyáltalán nem látjuk, hogy hogyan kell a gépek kiszorításával létrehozott munkaprogramban, ahol elvileg nem kell semmi, csak egy lapát, meg tudni kell lapátolni, hogy mi helye van itt a képzésnek, fel nem foghatom. Ezért mondtam a londoni példát. Nem a gépeket kell kiszorítani, hanem a legfeljebb azokat a termékeket, szolgáltatásokat, amelyeknek a vásárlásával ma úgy finanszírozunk külföldi munkavállalók bérét, hogy tulajdonképpen észszerűen és célszerűen megcsinálhatnánk magunk is, sőt, akár piacra termelő gazdasági egységeket lehetne létrehozni. Megint visszautalok azokra elmúlt 10 évben megszületett és életben maradt kezdeményezésekre, amelyek ezt példázzák, hogy van rá lehetőség. A legnagyobb problémát abban látom, hogy a 24-es ajánlási pontban a Cira Szabolcs képviselőtársunk javaslatát támogatta a bizottság, és azt jelenti, hogy a mai egyébként igen rossz állapotú munkaerőpiacra most ráengedik a munkanélküli ellátásban részesülőknek egy nagy számú csoportját, hiszen valójában arról fog szólni a történet, hogy miután megnő a jogszerző idő 5-ről 10 napra,
és a maximális idő 90 napról 180-ról 90-re csökken, valójában a 40-50 nap köré szorítják le az átlagos lehetőségét az embereknek. Önök a számokat, a nagy számokat kergetik, hogy 100 ezer ember, 300 ezer ember, én már hallottam a bizottságülésen 600 ezer emberről is. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy valóban értelmes munka legyen, tisztességes bérért, és az emberek kapjanak megfelelő támogatást képzéssel, mentorálással, hogy valóban vissza tudjanak térni a munkaerőpiacra, és ne ragadjanak a munkatáborokban. Köszönöm. Két perces felszólalással megadom a szót Volner János képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm szépen. A szocialista képviselőtársaim kedvéért csak, hogy tisztázzuk a Jobbik álláspontját. Mi azt mondjuk, hogy kell szükséges minőségi különbséget tenni, ha úgy tetszik, munkavállalók között. Attól függően, hogy az az adott közmunkáért jelentkező személy, az milyen társadalmi helyzetű, milyen munkatapasztalata volt korábban. Hogyha valaki azért, mert elveszítette a munkahelyét, de egyébként elszánt abban, hogy ismét állást találjon magának, szükséges megkülönböztetni ezt az embert attól, aki egyébként hozzászokott ahhoz, és itt most körülírhatjuk óvatosan a magyar cigányság körét, de nagyon sokszor ezeket az embereket fedi le kétségtelenül, aki hozzászokott ahhoz, hogy az állami és önkormányzati segélyezésből önmagát és a családját fenntartsa. Én azt gondolom, hogy teljesen más módon kell kezelni a problémát egy olyan embernél, aki rendelkezik szakképzettséggel, esetleg felsőfokú végzettsége is van, és oly módon keres munkát, hogy maga is egy magasabb hozzáadott értékű termelésre képes, és más módon kell egy olyan emberrel kapcsolatban eljárni, aki esetleg határozottan ellenségesen viszonyul az állam munkahelyteremtő szándékaival szemben, hiszen ahhoz szokott hozzá, hogy ugyanezt a juttatást munkanélkül is meg lehet kapni. Én azt gondolom, hogy ez egy törvényszerű konfliktus helyzet, amit ilyen módon föl kell vállalnia az adott esetben eljáró kormánynak, hiszen teljesen nyilvánvaló az, hogy egy mondjuk úgy, hogy demotivált és meglehetősen alulszocializált tömeget munkára szoktatni, az konfliktusokkal fog járni. Ezt ki kell, hogy mondjuk, és látnunk kell magunk előtt ezt. Én azt gondolom, hogy a rendészeti célú problémakezelés azzal együtt, hogy nem tekintjük alapvetően rendészeti problémának a közmunkát, de ezeknél a csoportoknál, ezeknél a deklasszálódott társadalmi csoportoknál azt gondolom, hogy mindenképpen a rendészeti problémakezelés kéz a kézben fog járni az országos közmunkaprogrammal. Ezt önök is tisztán látják, mi is, csak önök körülírják, mi pedig nevén nevezzük. Köszönöm. Két perces felszólalásra megadom a szót Vágó Gábor képviselő úrnak, LMP. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, Volner Jánosra szeretnék reagálni, tisztázunk egy dolgot. Itt a rendszerváltás óta halmozódik egy probléma, ami nem csupán a romákat, illetve a nem romákat érinti. Itt kialakult Magyarországon egy roms társadalom, amelyek lehet látni, hogy a szegénységben élők, akár a munkától, soha munkába soha nem bele nem szocializálódott embereknek, körülbelül fele-fele arányban találtok romák, nem romák. Önök pedig egy egész társadalomat úgy cigányosítanak, egy olyan roncs társadalmat cigányosítanak, amely valóban leszakadt a többségi társadalomról, értsd a többségi társadalmat az alatt, akik bele tudtak kapcsolódni a gazdaságba. Viszont önök pedig egy teljesen fals elképzelés alapján olyanokra is rásütnek bélyegeket, akik nem azok, és olyanokra pedig nem sütnek rá, akiket pedig egyáltalán nem kellene megbélyegezni. Viszont, hogy lássuk, mi az érdemi megoldásoknak az egyik lehetősége. Ahelyett, hogy utaztatnák több száz kilométerre megalomán beruházásokra ezeket az embereket, a közösségi közlekedést kellene támogatni, hiszen nagyon sok olyan ember van, aki azért nem tud bemenni a közeli településre, ha bár a közeli településen van munkahely, mert egyszerűen nincsen busz, ami bevigye őt. Nincsen, a vonat közlekedés leépült. Egyszerűen olyan az utak állapota, hogy biciklivel pedig megközelíthetetlenek a környező települések. Tehát, hogyha az infrastruktúra, valamint a közösségi közlekedés olyan helyzetben volna, hogy akár három műszakba is lehetne járni dolgozni a közeli településre,
akkor már sokkal könnyebb volna az embereket az elsődleges a nyílt munkaerőpiacra bevezetni, és nem kellene őket bezárni, mert ez a törvényjavaslat bezárja őket a közfoglalkoztatás körébe a másodlagos munkaerőpiacra. Itt vannak érdemi előrelépési lehetőségek, viszont úgy látszik, hogy a kormány a könnyebbik utat választja. Köszönöm a szót. Köszönöm. Két perces felszólással megadom a szót Egyed Zsolt képviselő úr, Jobbik képviselőcsoport. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Tisztelt képviselőtársaim, szeretnék a LMP-s képviselőtársaimnak a felszólalásaira reagálni. Hát nem tudom, Vágó képviselőtársam vagy nem Magyarországon él, vagy más bolygóról érkezett, ezt nem tudjuk. Én, mint Borsod megyei ember, ezt már elmondtam itt többször a tisztelt házban, és most is elmondom, személyes tapasztalatokból építkezem, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezeknek az embereknek, akikről most beszélünk, gyakorlatilag egy igen jelentős része cigány származása.